Első hazai bajnokián lépett pályára csütörtök este a Győr-Szol SZESE férfi kosárlabda csapata az NB1B nyugati csoportjában. Az ellenfél a Soproni Sportiskola volt. Az első két negyed szoros játékot hozott, előbbit a vendégek, utóbbit a hazaiak nyerték, így a szünetre 35-35-tel vonultak a felek. A következő 10 percben gombásék vették át az irányítást, és 8 pontos előnyt szereztek. Az utolsó negyedben azonban néhány apró hiba is elég volt ahhoz, hogy ez elszálljon és átvegyék a vezetést a soproniak. A végén már csak az eredmény után futottak a győriek, így 84-76-os vendégsikerrel zárult a mérkőzés. Nagyon gyenge védekezés produkált a csapat, és igazából kijön itt a motivációs különbség a két csapat között. Ugyanilyen mérkőzést játszottunk Pécsen is egyébként. Ezek a csapatok, ezek az U23-as csapatok, ugye egy NB1A csapatnak a feltörekvő fiataliból áll, akik minden másodpercben meg akarják mutatni, hogy ők még kosarasok, és kosarazni szeretnének a felnőtt csapatban, és ez bizony egy óriási fegyver az ő kezükbe. Rátvay Tamás szerint hiába képviselt hasonló játékerőt a két csapat, tanítványai mentálisan elfáradtak a mérkőzés végére. Két forduló után így győzelem nélkül áll a csapat. Idegenben azonban lehet javítani, október 18-án, az ellenfél pedig a smafc lesz.